Ha már működik Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok Háza, ami tulajdonképpen a városban a tudományok helye is, miért ne lehetne ehhez kapcsolódó könyvklub is az épületben? Éppen erre jutott Pázmány József is, aki ötletgazdája a Tud Olvasmányok könyvklubnak. Nem tudományos szinten, hanem érthető, hétköznapi történetek segítségével ismerhetik meg a jelenlévők egy-egy fontos téma lényegét. Első alkalommal Norman Doidge a Változó agy című könyve kapcsán rendeztek amolyan olvasónaplós délutánt. Kitaláltuk, hogy ha itt van egy olyan kiállítás, ami a tudományról szól, akkor szervezünk egy olyan könyvklubot, ahol a tudományról olvasgatunk érdeklődő, nem feltétlen szakemberek. Ismerjük meg egy-egy tudománynak a fő irányait, olvassunk el jellemző könyveket egy-egy tudományágból, egy-egy híres kutatótól, és ezt osszuk meg egymás között, és elsősorban nem annyira a szakmára koncentrálva, mint arra, hogy az adott könyv milyen élményt okozott az olvasónak, és ezt az élményt, kvázi mint egy olvasónaplót, ossza meg azokkal, akik eljönnek a klubba, és érdeklődnek ezért. A Változó agy című könyvet Viola Erzsébet zenetanár is olvasta. Sőt, nem csak olvasta, abból számos hasznos tanácsot átültetett magánéletébe és szakmai munkájába is. Ő volt a könyvklub első vendége. Én tanárként dolgozom, és mellett a zeneterápiával foglalkozom, és a zeneterápián belül pedig lenn autista gyerekekkel, illetve sztrókos betegekkel. Tehát amikor én nekem a kezembe került ez a könyv, akkor a legnagyobb megdöbbenés az volt, hogy úristen, hiszen én ezt tudom. Vagy úristen, én ezzel találkoztam. És amikor ezt látom egy szakkönyvben, mert ez valójában olvasmányos, de valójában ez egy szakkönyv, akkor amikor engem felkértek erre az előadásra, akkor én úgy gondoltam, hogy egy kicsit a címet megcsavarom, és azt mondom, hogy a változó agy, illetve a gondolkozásunk változása. Mert mi laikusok, amit tudunk, amit az iskolában tanultunk, és ami ebben a könyvben olvasható, az sajnos nem egyezik. És erre az újdonságra szeretném ezzel az előadással felhívni a figyelmet, és ez egy gondolatébresztő előadás, tehát én nem neurológiai előadást szeretnék, nem egy szakmai előadást szeretnék tartani, hanem azokat a pontokat kiemelni, amin változtatnunk kell ahhoz, hogy megértsük a világot, hiszen az agyunk is alkalmazkodott ehhez a változáshoz, és akkor így nekünk lehetőség adatik arra, hogy mi is változzunk. Nagyon érdekes, hogy amikor fejlesztésről beszélünk, vagy változásról, akkor a gyerekekre gondolunk, ugye, mert ők a szemünk fénye, ők a mi jövőnk, és közben meg a mi időnk eltelik. És amikor mi is felnőtté válunk, akkor mi a középkorúak korosztályához tartozunk, ugye az ember mindig saját magára gondol, akkor beállunk az, hogy van egy rendes munkánk, van otthonunk, családunk, és valahogy az a megszokások napjait éljük, és az agyunk pedig ezt nem szereti. A legfontosabb, hogy mi mindig tanuljunk, időskorban is tanuljunk, középkorú emberek is tanuljanak, és mindig új tevékenységet tanuljunk. A másik, ami a legfontosabb, hogy jó érzéssel, hogy örömmel, hogy ne egy merev tanulás legyen, hogy nekem ezt meg kell tanulni, hanem mindig találjak valami örömforrást, mert az agyunkban a dopamin az működik, tehát ne felejtsük el felnőttként is, hogy tudunk örülni, és amit csinálunk, az sokkal hatékonyabb ezáltal. Akkor tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy belefásultunk valamibe, akkor az agyunk fáradt el ebben? Igen, és az a baj, hogyha belefárad az agyunk, akkor szépen így elpunnyadnak azok az idegsejtek, azok a kis térképek, és amikor meg használni kellene, akkor nem működik. Ezért nehéz a nyelvtanulás felnőtt korban, ezért nehéz egy betegségből újraépíteni magunkat, tehát ehhez vannak technikák, és ezeket, ha mi tudjuk, hogy mi ezt tudjuk használni, akkor ez ott van a kezünkben. A könyv arra ösztönzi az olvasót, hogy fontos a kitartás, a jókedv és a koncentrálás. Bármibe is kezdünk.